Bulgáriát és annak látványosságait bemutató videó az egyik videó megosztó portálon. A Fekete-tenger mellett fekvő ország az utóbbi években az egyik legnépszerűbb üdülőhelyé vált a magyaroknál is. A mediterrán típusú úti célokat sok magyar szereti. Bulgária mellett továbbra is népszerű és látogatott a görög szigetvilág. A magyarok többsége itt többnyire önellátó apartmanokban száll meg, de sokan próbálják ki a jóval drágább all-inclusive szállodákat is. Az egyik nyíregyházi utazási iroda utazás szervezője szerint idén nagyon sokan kötötték le nyári nyaralásukat már a téli hónapokban. A legnépszerűbb helyeken így jelenleg már nincs foglalható szabad hely. Idén elmondható, hogy nagyon jó volt az előfoglalás. Tehát január-februárban az utasok kezdik kihasználni, hogy ilyenkor az utazás szervező irodák 10-20, de akár 30%-os kedvezménnyel árusítják az útjaikat, értékesítik az utakat, és ezért ilyenkor rengetegen foglalnak. Az előfoglalás alkalmával elmondható, hogy már akkor is erősödött tavalyhoz képest Törökország, újra bekerült az úti célok közé Egyiptom, illetve a tunéziai térség is megint az utasok körében eléggé kedvelt lesz. Továbbra is idén elmondható, hogy a görög szigetek azok majdhogy nem viszik a pálmát, de olyan egzotikusabb, idézőjelesen egzotikusabb úti célok is vannak Európán belül, például a Kanári-szigetek Madeira, ahova idén elég nagy számú utas fog eljutni a nyári szezon alkalmával. A tapasztalatok szerint tavaly óta mind a belföldi, mind pedig a külföldi utazások drágultak, a legnépszerűbb helyek pedig már az előfoglalási szezonban teljesen megteltek. A szakember szerint érdemes időt fordítani a megfelelő szálláshely kiválasztására, a tartózkodási idő és az utazás megtervezésére is. Jellemzően az egy hét, ami legtöbb esetben foglalható, repülős utak esetében ugye ez standard is. Egy-két olyan úti cél van, ahol 10-11 éjszakás turnusokat is tudnak foglalni az utasaink. A buszos utak azok általában ugye buszos utazással együtt 10 napos turnusok lesznek. Ilyenből is azért elég szép számmal akad, ugyanígy egy házi indulással is foglalható például a görög részek, illetve akár Bulgária. A Nyíregyházára érkező turistákat továbbra is az állatpark és az élményfürdő vonzza a legjobban. A szakemberek szerint idén kiváló szezont zárhatnak ezek a látványosságok. Kezdődik június végén a főszezon, és ilyenkor megérkeznek a külföldi vendégek hosszabb nyaralásokra. Tehát a vendégészaka számok nagy részét a külföldiek tekintetében ilyenkor produkáljuk. Szerintem ez ugyanígy várható az egész megyében, tehát elsősorban nagyobb fürdőhelyeken, hiszen ezek nagyon népszerűek a román, szlovák, illetve a lengyel turisták körébe. A megyében ugye több új turisztikai attrakció is nyílt. Gondolom, hogy ezeknek is szépen fog alakulni a vendégszáma, és akkor itt ugye nem csak a vendégészakát eltöltőkre gondolkodunk, hanem a belépőjegyet vásárlókra, látogató létszámokra, tehát gondolom a Nyíregyházi Állatpark és a fürdő is nagyszerű szezont fog zárni. A várakozások szerint a vendégforgalmat nagyban növelheti a jövő tavaszra elkészülő új 122 szobás, 4 csillagos szálloda is Nyíregyháza Sóstúgyógyfürdőn.